Én utolsó könyvemnek a címe Tanuljunk Istenül, és tulajdonképpen mi az életben ezt tanuljuk. Többé vagy kevésbé sikeresen, ez attól függ, hogy mikor milyenek vagyunk, vagy mit tudunk magunkból kihozni, összehozni. De lényeg az volna, hogy ezt megtanuljuk, azért, mert nem tudjuk. Mi nem tudunk Istenül. Egyelőre még, de tanulunk. Nem tudjuk, hogy ki Isten. És én ma remélem, hogy egy pár dolgot meg tudunk világosítani számotokra itt az előműsorok segítségével, illetve azokon keresztül, hogy a fesztivál végére kicsit többet tudjunk arról, hogy ki Isten, hol van Isten, mert ő nagyon-nagyon közel van. Közelebb van, mint az Órod hegye. És azt hiszem, pont ez a problémánk, hogy mi ezt nem tudjuk jól felfogni, tehát jelenleg nem tudjuk ki Isten. És mivel nem tudjuk, ezért vannak a problémáink. De miért nem tudjuk, hogy ki Isten? Nem tudjuk, hogy ki Isten, mert mi mindig a testtel azonosulunk. És ezt olyan mértékben és kizárólagossággal, hogy mi nem tudunk abból kimenni. Mi annyira szeretjük és védjük azt a pici létet, hogy nem tudjuk elképzelni sem a végtelen, beteljesítő létet, vagy annak létezését. Ezért nem tudjuk Istent elképzelni, végtelenségében szeretném, sőt, még vágyni sem akarunk rá. Mert a határtalanság és a mindentudás az egy nagyon-nagyon távoli attól, amiben mi bezárkózunk. Tulajdonképpen valahogy úgy vagyunk, hogy elég nekünk itt a mi bajunk. És ezért sokkal könnyebb Isten létét megtagadni, mint képzeletünk előtt megközelíteni. Mert ha megtagadjuk Isten létét, sok minden problémától megszabadulunk. Nem kell kutassuk, hogy honnan jövünk, hová megyünk, mi a helyzet és mi a mi forrásunk, miért vagyunk ebben az életben, miért élünk tulajdonképpen. De itt van a tudatunk, és itt van egy belső sóvárgásunk, amely ezeket a kérdéseket mindig felteszi, és nem hagy minket. De mi korlátainkat nagyon szeretjük. És mivel a korlátainkat szeretjük, ezért mi Istentől tartózkodunk, mert Isten felszabadít. És akkor mi úgy érezzük, hogy elveszítjük azt a pici létet, amelyben annyira biztosak vagyunk, és annyira ragaszkodunk, hogyha ő felszabadít, akkor mi lesz velünk? És valahogy félünk mi a határtalanságtól, és ezért egy félő dolognak tartjuk Istent követni. Sőt, ha valaki Istent élni kezdi, ezt inkább fanatikusnak nevezzük, mint hogy meg tudjuk érteni, vagy belemennénk abba, hogy ez mit is jelent. És pontosan emiatt mi még csak a fizikai világegyetemnek a végtelenségével sem tudunk mit kezdeni. De látod, milyen érdekes? Itt van a mérhető anyag, tér, bolygó, 40 ezer kilométer, és mindenféle, de ez az egész benne van a végtelenbe. Mert ahogy kimentél a naprendszerből és az galaxisokból, és tovább, valahol megáll az ember értelem, mert képtelen azzal és odáig menni. De a véges és a végtelen nincsenek elválasztva egymást. A végtelen az tulajdonképpen örül, amikor végessé válik.
De a véges önmagában nem beteljesült. És a véges mindig visszavágyik a végtelenhez. És bárha az anyagi, fizikai valóságban ezt tudjuk, és tárgyalunk róla, de valahogy nem tudjuk mi ezt elképzelni, hogy mi ennek a végtelennek vagyunk a gyermeke, a szüleménye. Nem tudjuk ki Isten, mert mi végtelenül jobban, pontosan ezért, mert benne vagyunk, jobban szeretjük ezt a pár kilós testet, mint Istennek a testét. Mert az végtelen, az megfoghatatlan, az megmérhetetlen. És valahogy a kettőt nehezen tudjuk összehozni. Tehát így nem tudjuk önmagunkban kezdeni keresni a végtelen. Önmagunkban a kis végesben. Mert ha ez itt van, az csak onnan jött. És tulajdonképpen minden a végtelenből jött. Ami mérhető, ami megfogható, és ami valóság. Ezt maga az univerzum mutatja fizikálisan is. Ezért mi, mivel végtelenül jobban szeretjük ezt a pár kilós biomasszát, ezért mi nem rendelkezünk egy kozmikus tudattal. Mikor kint sétálsz az utcán, a kertben, az erdőben, vagy bárhol, nem tudod kívülről megnézni a valóságot, hogy mibe vagy. Nem tudod te azt felfogni, illetve nem is gondolsz arra, vagy nem is törődsz vele, hogy gyakorlatilag te egy bolygónak a felszínén vagy, amely több ezer kilométeres sebességgel rohan a nap körüli pályáján, és több mint hangsebességgel forog saját tengelye körül, és te abból lógsz bele a végtelenbe. Ezt nem érzed így. És ha elkezded így érezni és gondolkodni, egyből érzed, hogy hé, én amin járok, az is egy mozgás. Itt minden mozgás. Itt nincs statikus helyzet, itt nincsen olyan, hogy én és valami, mert az egész összefügg. Tehát fejünk fölött van a végtelen, de mi nem nézzük ezt, mert ott nincs semmi. Mi mindig a Földet nézzük, és lefele nézünk, és ott kutatunk, hol lehet valamit túrni a Földbe. Kis földi giliszták vagyunk. De ezt mi magunknak tesszük azzal, hogy nem merünk fölfele nézni. Mert szédítő és és egyszerűen sokunknak borzalmas dolog elgondolni, hogy belenőni a végtelenbe. Mi lesz vele? Ahogy velem megtörtént ez a dolog, ugye, ami a könyvem bele van írva, a harmadik kívánságban, én is, amikor rájöttem, a végtelen be vagyok, akkor megijedtem, könyörögtem, menjek vissza. Ott gyermekem van, ott nekem egy kis életem van, ami az enyém. És ahhoz nekem vissza kell menni. Mikor visszajöttem, sírtam. És ki voltam készülve, hogy én még kell egy földi giliszta legyek, mikor az univerzumnak a hercege vagyok. És mi valahogy ezt a kettőt nem kezdjük összehozni magunkba. Nem tudjuk összehozni magunkba, mert mi végtelenül, azért nem tudjuk ki Isten, mert mi végtelenül jobban ragaszkodunk a kis vitális örömeinkhez, élvezeteinkhez, mint a tágassághoz, mint a mindent átfogó beteljesüléshez, mert azt nem érjük el. És elképzelni pedig nem merjük. Ha álmodunk is róla, nem jön össze a dolog. Tehát a végtelen életerő lényéhez, az isteninek, aminek mi a része vagyunk, gyakorlatilag nem nagyon merünk hozzányúlni, még képzeletben sem. És milyen érdekes. Félünk a végtelentől, hogy elveszítjük a kis véges birtoklásunkat, amitől szenvedünk. És ez a félelem kísér minket születéstől halálig.
És ez egy borzasztó érdekes dolog, mert egyetlen egy lény van, aki lélegzik bennem, benned, benne és mindjájunkban. A végtelen életerő lény. És neki a lüktetésével lélegzünk és dobog a szívünk mindjájunknak. És ő az egyetlen átfogó lény mindjájunkban, a mi kis szűk értelmünk és tudatunkon keresztül átéli az ő tőle való félelmét. Isten gyakorlatilag saját magától való félelmét éli át az emberen keresztül. Úgyhogy mi is tanítjuk Istent, ha másra nem félni. Mihez ragaszkodunk? Testhez. Testünk, mikor felnőttünk, elérte azt a bizonyos méretet. Én megálltam egy 68-nál, mámom, annyi se vagyok. Van, aki 2 méterre nő, de aztán vége, ott megállunk. Isten nem áll meg. Isten mindig tovább nő. Isten nem mérhető, mert minden pillanatban túlszárnyolja önmagát. És azt, amit régebben mondtak csak a jógik, máma, a tudósok is tudják és mondják, hogy az univerzum Istennek a teste, ami a kinyilvánított teste a világban, napról napra tágul, és újabb lökésszerűen túlszárnyolja önmagát. Tulajdonképpen a végtelenség nem más, mint egy állandó önkiterjedés. Annak nincs vége. A végtelenből a végtelenben ő. Nincs olyan statikus állapot, hogy végtelen. Csak egy lüktetés létezik, amely egyik pillanatban a végtelen, és a következő pillanatban a végtelennek a végtelenje váltja őt fel. Nem áll meg. Mi belül a képességeinkben ezt hordozzuk, mint annak a lénynek a részei. Az öntúlszárnyalás a legnagyobb örömünk. Az ember legnagyobb öröme és az, amit életcélnak tud tekinteni. Többé válni, mint tegnap voltam. Többé terjedni, túllépni a képességeinket, és mindig tovább és tovább nőni. Ez ugyanaz, mint az isteni végtelennek a lüktetése. Mi szerethetnénk ezt, de félünk tőle. Szerethetnénk, mert végül is ez a végtelen test a mi részünk is, mert mi benne vagyunk. Nincs külön. Mindenki onnan jött, és minden onnan jött. Bárha a testi méretünket, ugye, porszemnyire nézhetjük a végtelenhez viszonyítva, de mégis potenciálisan a tudatunk az ott van. És ezt láthatjuk és érezhetjük magunkban, abban a pillanatban, amikor elkezdtünk befele foglalkozni önmagunkkal, nem csak kifele. Értelmünk olyan, mint egy pici, halvány szikra, egy felvillanó fény csíkocska. Az isteni értelem a végtelen naphoz hasonlít, de nem a mi bolygónk napunkhoz, amely valamikor elveszti fényét, hanem egy végtelen fényhez, amely az örökké valóságtól világít, és az örökké valóságig világítani fog. És mi nem próbálunk meg a pici szikra mögé menni. Nem próbálunk meg a pici fénycsíkocska mögé menni, és beletágulni abba, amit mi a fénycsíkocskából látunk. Abba a végtelen fénybe, amiből jövünk, és ami tulajdonképpen bejáratunk van, és szabad vagyunk.
Mi nem tudjuk, hogy hol van Isten, mert folytonosan a kísértés világában élünk. És egy állandó önengedékenységgel élünk, amelyeket magunknak teremtünk, használunk, és megalkotjuk magunknak a kényelmi zónánkat, és abból nem vagyunk hajlandók kimenni. Mi ragaszkodunk ahhoz. És nem csak ragaszkodunk ahhoz, hanem az elképzeléseink szerint megalkotott medret, amiben csak abban merünk élni, másokra erőltetjük és erőszakoljuk. Mi nem tudjuk ezért, hogy hol van Isten, mert nem merünk. De vannak emberek, akik ezt megtették, és voltak emberek, és vannak emberek, akik megmerték tenni, és kiszálltak ebből. És megtalálták Istent, és tudják, hogy hol van Isten, tudják, hogy ki Isten. Elkezdték önmagukban a végtelent szeretni, és elkezdtek azzal azonosulni. Elkezdték a határaikat és a gondolkodásaikat kiterjeszteni, és túllépni. Egyszerűen megmerték tenni azt, hogy kimentek a szűk cseppecske világokból, az egocentrizmusukból, és elkezdtek annak örülni, aminek más örül, és azt tenni, amin másnak az érdeke, nem a saját érdeke. És volt hozzá bátorságuk, és megtették, és kimentek abból, amit mi élünk. És ezt akkor is megtették, és akkor is örültek, és akkor is odaadták maguk részét valakinek, ha az az ellenségük volt. Nem számított. Az önzetlenségnek az abszolút határán mentek túl, és ezért ezek az emberek rájöttek, hogy ki Isten, hol van Isten. És ők elmondják nekünk azt, hogy hol van Isten, és ki Isten. És ők azt mondják, hogy Isten nem más, mint a mi saját, még fel nem ismert végtelen képességünk, és végtelen képességeink. És azt mondják, hogy nem csak nekünk van Istenre szükségünk, hanem Istennek szüksége van ugyanúgy ránk, mint ahogy nekünk szükségünk van rá. Nekünk szükségünk van Istenre, hogy megvalósítsuk őt, hogy élhessük a beteljesülést és a véges, szomjas lényünket a végtelenbe terjesszük. Istennek viszont szüksége van ránk, pontosan azért, hogy az ő végtelenségét ki tudja nyilvánítani itt a Földön, ezen a bolygón. Ők azt mondják, hogy Isten mindenhol van, de két helyet különösképpen szeret és imád, ahol lenni szeret. Az egyik hely a szívünk hatalmas felszálló sírása, amikor Isten után sírunk. A másik pedig lelkünk leszálló mosolya, amikor elégedettek vagyunk. Mint ahogy mi is több helyen vagyunk, hol a nappaliba, hol a hálóba, hol a konyhába, Isten is mindenhol van. És Isten, ha lélektelien sírunk, akkor a sírásunkban van, hogy megerősítse a sírásunkat, hogy tudjunk vele találkozni. Amikor pedig lélektelien mosolygunk, akkor Istennek az ő valósága látható formában jelen van lelkünk mosolyában. Az emberi mosoly, azt mondják ők, akik tudják, hogy az emberi mosoly az őszinte, szeretetteljes, lélekteli mosoly, az univerzum utolsó sarkáig is kiterjed, mert ő van benne a végtelenségében. Az Isten megvalósított lelkek azt mondják, hogy ahhoz, hogy mi meg tudjuk ezt tenni, és odajussunk, ahol ők, legfontosabb szükségszerűség, hogy elménknek békéje legyen, és hogy az elménk békéjét megtaláljuk. Hogyan tehetünk szert az elménk békére? Ennek van egy pár módja,
Az egyik módja az, hogy a földi szükségleteinket csökkentsük, de ugyanakkor a belső mennyei szükségleteinket növeljük. Vagyis kifele éljünk egy egyszerű életet, de befele pazarlóak legyünk. Befele ne kimélj semmit, és álmodj többet, mint amit valaha is mertél magadról, és kifele éld azt, amire szükséged van, és vedd el azt, amire szükséged van a világtól, de adj oda mindent neki. Add oda a szeretetedet, a mosolyodot, feltétel nélkül folyjon belőled, mert csak akkor tágulsz, akkor leszel több, és válsz többé, ha befele mersz pazarolni. Akkor is megkaphatjuk az elménk békéjét, ha nem várunk el senkitől semmit. Mindaddig, amíg emberi elvárásaink vannak, hiányzik az elme békéje. Hiszen az elvárásaink nem teljesülhetnek. Ez a földi törvény. És ez a földi törvény azért van kitalálva, hogy a végesben ne tepsedjen bele az emberi lény, hanem keresse a forrását, a végtelent, az Istenit. Ugyanakkor elmondják azt is, hogy mi lemondással sem találhatjuk meg Istent, és nem jöhetünk rá, hogy ki Isten. Nem lehet lemondással Istenhez jutni. A lemondást az értelem, az ember értelem mindig utólag megbánja, és ha megbánta, akkor szenved tőle, hogy lemondott. Nem lemondani kell, hanem elfogadni a világot, és átalakítani a természetet, amelyben élünk. Azért, hogy egy fogékonyságot hozzunk létre magunkban, amellyel be tudjuk hozni Isten határtalan fényét és gyönyörét. Meg kell változtatnunk, és el kell engednünk a tisztátlanságot magunkban, el kell engednünk az egocentrikus érdekeinket, de ugyanakkor magunkból, lényünk legdugottabb mélységéből előtérbe kell hoznunk és növelnünk kell a belső értékeket, mint a békét, a fényt, az áldást, az igazságot. Ezekkel kivétel nélkül mindannyian rendelkezünk. Ez bennünk készen megvan. És szabad, de szabad akaratunkból jogunk van megtagadni őket. És sajnos, hogy mi ezt az oldalt választjuk. Mi megtagadjuk a belső békénket, a fényt, az üdvösséget, amelyet élhetnénk bent. Végül is ezek a legrejtettebb kincseink és örökké valóságunk igazi valóságai, amelyeket át kell ölelnünk és felajánlanunk a világnak. Ha ezt megtesszük, akkor tudjuk, hogy ki Isten, és hol van Isten. Köszönöm szépen.